63 középiskolás diák és egyetemista vehette át az ösztöndíjat igazoló emléklapot hétfőn délután a Városházán. Az önkormányzat még 2016-ban hozta létre a tanulmányi ösztöndíjat annak érdekében, hogy minél több fiatal maradjon a városban. A fél évenként folyosított összegre azok a diákok és hallgatók pályázhatnak évről évre, akik kiváló tanulmányi eredményeket érnek el, illetve szakmai versenyeken kimagaslóan teljesítenek, vagy a hallgatói önkormányzatokban vállalnak aktív szerepet. A szempontok azok a gazdaságban legkeresettebb szakmák támogatására irányulnak, abból vezetjük le valamennyi szempontot, de aztán természetesen a tanulói, a hallgatói teljesítmény is befolyásolja az odaítélést. Az idejében a támogatottak köre főként a szakképzésben résztvevő 13. évfolyamon tanuló diákokból és egyetemista fiatalokból állt, több mint 100 jelentkező közül választották ki az ösztöndíjasokat. Pár ezer forinttól kicsit nagyobb összegig tart, attól függ, hogy középiskolás diákról van szó, vagy adott esetben egyetemistáról, és amit szerintem fontos, hogy a fiatalok, diákok érezzenek, hogy ez az a saját teljesítményük által elért ösztöndíj, szerintem legalább annyira fontos, mint maga az a pénzügyi támogatást, amit megkapnak. A középiskolások 50 ezer forintot, az egyetemi hallgatók 100 ezer forintot kapnak alkalmanként egy fél évre. Az ösztöndíjak támogatásakor elhangzott, a program jövőre is folytatódik majd.